Kipakolták termékeiket a kézművesek, és megnyíltak a gasztrosátrak Szabadka főterén. Az idei Interetno Fesztiválon, amely évek óta a nagy találkozások színtere, a tavalyi évhez hasonlóan csak a környező országokból láthatunk majd fellépő táncosokat. A járványhelyzet ugyanis még mindig nagyban nehezíti a szervezést. Még kora tavasszal nagyon bizonytalan volt a helyzet, és az egész világban bizonytalan mai napig is a helyzet, úgy járványügyileg, mint egyéb gazdaság is minden területen nagyon bizonytalanok, ugye a repülőjáratok, és egyáltalán azt sem tudtuk még kora tavasszal, hogy milyen körülmények közt tudjuk megszervezni a fesztivált, tudjuk-e a távoli országokat fogadni. Egyáltalán ők, ha foglalnak repülőjegyet, indul-e majd az a járat, és ez a bizonytalanság miatt még Európában, Magyarországon testvérfesztiválunk, ugye a Summerfest sem tudott még távoli más kontinensekről táncegyütteseket fogadni. A nulladik napon középkori fegyvereket, öltözékeket és reneszánsz táncokat mutatott be a Szent Longinus középkori hagyományőrző egyesület. Ugye az egyesületünk nagyon sok mindennel foglalkozik, itt az élő történelemtől kezdve a régi történelmi kutatások, illetve számos olyan dolgot, amiket nem tudunk csak úgy bemutatni, hanem egy picikét ehhez többköl egy háromnapos fesztiválon lehet látni ugye a kézműves részeket, az eszközöket, ahogyan élünk, amiként élünk, hogy élt egy középkori ember. Tehát, hogy mindenre felkészülünk, de egy ilyen fesztiválon, egy ilyen egyszerű bemutatóval csak ezt a kettő szépséget, a kultúrát, illetve a harcászatot tudjuk bemutatni. A kézműves foglalkozás mellett kedden volt még játszóház, rajziskola és mesterségbemutató. A közönség pedig a szabadkai fúvózenekarral és a Pendergő zenekarral hangolódhatott szerdára, a fesztivál nyitónapjára.